Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Bata Jonatán. Ez a Világnézet Dobrovieczki Péter. Péter Ellen az MCC Magyar-Német Intézetének kutatási vezetőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Németország minden 18 éves számára bevezetheti a sorskötelezettséget a Védelmi Minisztérium kiszivárgott tervei alapján. Férfiakat és nőket egyaránt be lehetne hívni, hogy növeljék a fegyveres erők létszámát. Másik két forgatókönyvről is tárgyalnak, amelyek kevésbé agresszív toborzást tesznek lehetővé. Németországban legalább 20 ezer katonára lenne szükség, emellett az elregedés ellen is felkívánnak lépni. A német kormány, közte Olaf Scholz német kancellárral nem támogatja Boris Pistorius védelmi miniszter irányát és javaslatát. A németországi fiatalokban milyen arányban ég a hazaszeretetnek a lángja, hozzávetőlegesen hány százalékuk harcolna a hazájáért? Még a 2022-es ukrajnai fegyveres konfliktusok újbóli fellángolásának időszakában készítettek egy közvéleménykutatást, amit talán a mai napig a ETH-en az utolsó ilyen átfogó adatot szolgáltathatja, és ennek alapján azért minden második, harmadik, minden tízből mindössze minden két-három fiatal érezte úgy, hogy akár fegyverrel is kész lenne harcolni Németországért. További egy-két ember, tehát még mindig 50% alatt vagyunk összességében, mondta azt, hogy ha nem is fegyveres harc, de más szolgálat útján kész lenne erre, de azonban több mint minden második válaszadó összességében azt mondta, hogy nem, és hogy akár az országot is elhagyná ennek elkerülése céljából. Tehát nem tudom pontosan, hogy az elmúlt két évben, több mint két évben hogyan változott-e ezen arány, de az biztos, hogy két évvel ezelőtt eléggé negatív képet kaphattunk arról, hogy a német fiatalok mennyire látják állampolgári feladatuknak az ország védelmét. Ha hihetünk olyan trendeknek, vagy hogy lemondhatunk következtetéseket olyan trendekből, mint hogy a Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter által megfogalmazott elég a német belpolitikában, még a közelmúltban is karakának számító, azonban mára elfogadottá váló kifejezések, mint például azt, hogy Németországnak egy háborúképes országá kell válnia, vagy hogy Németországnak készülni kell az aktív háború időszakára. Ezen kifejezések meglepő módon nem negatív visszhangot váltottak ki Németországban, hanem pozitív elismerést, és hogyha ebből próbálunk következtetéseket levonni, akkor azt mondhatjuk, hogy valószínűleg akkor a fiatal válaszadók körében is pozitív irányba változhatott ezen arány, de hogy pontosan mennyire hatrafogható a német ifjúság, azt nehéz megmondani. Miért nem evidens a németeknek, hogy harcolni kell a hazájukért? Igazából ezt a kérdést akár bármelyik más modern nyugati vagy akár európai ország felé is kivetítetnénk, tehát a közelmúltunk vagy akár a rendszerváltozás óta eltelt időszakban született fiatalok számára ők olyan világban nőttek fel, melyben a háború fogalma valami messzi, távoli dolognak tűnt. A jugoszláv polgárháború, vagy a grúziai háború kérdései, vagy a közel-keleti konfliktusokat sosem érezték magukénak annyira. Ugyanez igaz a német ifjúságra is. Egyszerűen az elmúlt 20-30 év született fiatalok számára a honvédelem az valami absztrakt fogalommal vált. Onnantól kezdve, hogy a legtöbb országban felfüggesztették, vagy eltörölték a hadkötelezettséget, és ezzel párhuzamosan egy olyan világban éltek, ahol a fegyveres konfliktusok esélye, főleg a fegyveres saját bőrükön tapasztalató fegyveres konfliktus esélye minimalizálódott. Egyszerűen azt idézték elő, hogy akár a német fiatalok, akár az osztrák fiatalok, vagy lehet, hogy még a magyar fiatalok is túlnyomó többségében nem feltétlenül vélekednek úgy a honvédelem kérdésköréről, mint ahogy azt mondjuk tették a szülei generációja. Ugye vannak itt jelentős politikai különbségek is, például ott, hogy az SPD, illetve a kormánypártok elutasítják azt, hogy bevezessék ezt, míg mondjuk a CDU ugye megszavazott egy sorkatonaság bevezetésére vonatkozó indítványt. Ön szerint mi az oka annak, hogy ilyen ellentét van mondjuk a kormánypártok, illetve a nagyobb ellenzéki párt között? Alapvetően látni, hogy a kormánypártok, hárompárti kormánykoalíció esetében a zöldek a legmarkánsabban
a politikai ideológiájukat legmarkánsabban a kormány munkájára átültető párt, és az ő értelemszerűen a békemozgalomból, a nyugat-német békemozgalomból létrejövő párt számára maga a sorkatonasság, vagy a háború kérdésköre egy olyan tematika, amivel nagyon hosszú ideig teljes mértékben szembe helyezkedtek. Első ilyen változópont a 99 volt, amikor a NATO Jugoszlávia bombázása, az akkori kis Jugoszlávia bombázása mellett döntött, illetve a békefenntartó csapatok későbbi küldése mellett döntött, és akkor a zöldek éppen kormányon voltak, nem ellenzékben, és meglepő módon támogatták ezt. Ez az álláspont csak fokozódott 2022-t követően, ahogy az ukrajnai háborúra válaszul a német kormány koalíció is a fegyverszállítások mellett döntött, és talán a zöldek azok, akik a leghangosabban felszólalnak a további és még szélesebb körű fegyverszállítások mellett. Tehát ebből a szempontból nézve érdekes, hogy itt a pártnak van egy ilyen átfordulása. Azonban belpolitikailag a sorokatonai szolgálatot még mindig elvetik, tehát mi külpolitikai eszközként ez elfogadott, belpolitikai eszközként nem. Ennek szintén messzi politikai és társadalmi okai vannak. Németországban a katonasság intézménye mai napig nem túl népszerű. Ezt jól láthatjuk azon is, hogy a Bundeswehr kijelölt cél állomány számát, a 187 ezer főt átfogó toborzási kampányok mellett sem tudja biztosítani a Honvédelmi Minisztérium. Tehát maga a katonasság nem egy politika, katonasságot támogatni, vagy akár a katonasság erősítése mellett felszólni, sokáig nem számított egy politikailag megtérülő kérdésnek. Épp ezért volt a Bundeswehr sok-sok cikluson keresztül alulfinanszírozva, azonban az ukrajnai helyzet rádöbbentette a német politikát is arra, hogy változtatni kell, tehát nem csak a Bundeswehr modernizációját kell megkezdeni sürgősen, és ezt meg is kezdték, hanem az állományt is fel kell duzzasztani, és ezért láthatjuk azt, hogy most már olyan politikai formációk is, nem csak az ellenzéki CDU, hanem akár a kormánypártok részéről is vezető politikusok nem zárják ki a sorkötelezettség valamiféle visszaállításának kérdését. Pont erre válaszul, hogy látják, hogy a német állam külpolitikai kihívásai, vagy biztonságpolitikai kihívásai ezt szükségessé teszik, és emellett a belpolitikai kockázat is csökkent, hiszen a választók úgy látszik most már pártok számára szavazatokban mérve megtérülő módon támogatják ezt a kérdést. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Németországban a sorkatonai szolgálat nem lett eltörölve, csupán fel lett függesztve, tehát a visszaállítása sem lenne annyira, a felfüggesztés megszüntetése sem lenne egy annyira drasztikus lépés, mint hogyha mondjuk újból bevezetnének egy már korábban megszüntetett dolgot. Mi az ok annak, hogy népszerűtlen a katonai pálya Németországban? Igazából ennek anyagi eszmei és társadalmi vetületei egyaránt vannak. Egyrészt nem egy vonzó életpályamodell volt a katonai szolgálat, a német hadsereg 90-es évektől kezdve, a német újraegyesítéstől kezdve egy meredek pályán lefelé mozgott, tehát az egykori bőven 300 ezer fő fölötti nyugatnémet, jól felszerelt nyugatnémet haderőt leépítették, összevontak a két német állam hadseregét összevonva létrejött egy nyugati mintájú, de alapvetően szűkített hatáskör és létszámú hadsereg, amely ez 90-es évek közepétől kezdve elsősorban missziós tevékenységben gondolkodott. A úton útfélen kimondott narratíva szerint a német hadsereg elsődleges feladata az volt, hogy stabilizációs misszióban szerepet vállalva az európai és globális térben próbálja megakadályozni a fennálló konfliktus helyzetek eszkalálódását. Ehhez létrehoztak a Bundeswehren belül egy jól felszerelt, azonban csekély létszámú missziós tevékenységre koncentráló csoportot, azonban a tágabb Bundeswehr, a szélesebb körű állomány haditechnikailag és pénzbeli juttatásokban is eléggé szűkmarkúan volt ellátva, éppen ezért nem volt vonzó célpont katonának menni egy fiatalok körében, az, hogy különben pedig a politikában is
előretört az a narratíva, amely szerint a békés, Németország a békés külpolitikai megoldásokra kell, hogy koncentráljon, nem pedig a potenciális katonai potenciál bevetésére, azt eredményezte, hogy divatott, ha lehet ezt így mondani, nem volt túlzottan divatos dolog sem katonának menni. Csak egy példát mondjak, elmúlt években újra lehet látni toborzó reklámokat, mind az online, mind pedig a hagyományos médiatérben Németországban, de korábban hosszú-hosszú éveken keresztül ez eltűnt. Tehát egyszerűen hiába küzdött ember hiányán a Bundeswehr, nem toborzott aktívan, mert a társadalmi elutasítottság egyszerűen olyan mértékű volt, hogy nem látták reális használata e fajta tevékenységnek. Mindez átalakulóban van, mint politikailag, mint szervezetettségileg, mint pedig fegyverzetileg is. Ugye a Zeitenwende, tehát a korszak forduló, ha lehet ezt így magyarul mondani, keretében Olaf Scholz kancellár 22-ben meghirdetett a háború hatására egy nagy modernizációs programot, illetve most Boris Pistorius védelmi miniszter irányítása alatt egy strukturális átalakítás is megkezdődött a Bundeswehren belül, ami pont az elmúlt, pont e hónapban lett intézményesítve az úgynevezett osnabrücki határozattal, határozat aláírásával tette hivatalossá a miniszter azt a reformot, amely a Bundeswehrt belülről teljesen átstruktúrálja, pont annak érdekében, hogy ne egy missziós célokat jól ellátni tudó kis szűk elit csoport legyen a tágabb Bundeswehren belül, hanem egy ilyen szélesebb körű átfogóbb, elsősorban védelmi, az ország védelmének ellátására képes, és emellett NATO misszióban is szerepet vállalni tudó, de ez csak másodlagosan egység jön létre. Milyen egyébként a megítélése a sorkatonai szolgálatnak a bevándorló hátterű állampolgársággal rendelkező lakosság körében? Hát ez egy kiváló kérdés, ugyanis ezt a közvélemény kutatások nem szokták mérni Németországban. Fontos azt is látni, hogy Németországban nagyon-nagyon kényes témának számít, hogyha bevándorló hátterű személyek körében konkrét kérdéseket tesznek fel. Tehát alapvetően Németországban mindig is politikai vita övezi azt, hogyha valamilyen esemény kapcsán régi és idézőjelben új német állampolgárok, vagy német állampolgárok és nem német állampolgárok közötti különbséget teszünk. Úgyhogy nem is mérik ezt a közvéleménykutatók általában, hogy a bevándorlók körében a Bundeswehrben való szolgálat az egy népszerű, mennyire népszerű szerepvállalás lenne. Azonban minden bizony, ahogy máshol, elég csak az Egyesült Államokra gondolni, úgy a Németországban is a fegyveres szolgálat vagy a katonai szolgálat útján való társadalmi felemelkedés, mint biztos életpályamodell vonzó lehet a bevándorlók körében, amennyiben persze megvannak a szükséges jogi alapok ehhez, tehát megvan a német állampolgárság. Más kérdés, hogy egyik előre irányzott reformtervezet szerint, bár ez még nem elfogadott reform, csak egy tervezet, a német állampolgárság nélkül tartós letelepedési engedéllyel is már lehetne szolgálatot vállalni a Bundeswehrben. Meglátjuk, hogy ez a tervezet valóban realizálásra kerül-e. Jelenleg egyébként vannak korlátozások a német haderővel kapcsolatban, ugye tanulmányunk során emlékezhetünk arra, hogy a Versailles békében rögzítettek bizonyos korlátozásokat a német hadsereg kapcsán. Most ugye az 1947-es béke tartalmaz ilyeneket, és illetve ezek még érvényben vannak Németországgal kapcsolatban? Nem, egyáltalán nem, hiszen pont a hidegháború tette mindezt okafogyottá azzal a stratégiai döntéssel, hogy az NSK, a Német Szövetségi Köztársaság haderejét olyan mértékű és fajtájú csapásmérő haderővé kell felfejleszteni, ami akár ellen tud állni a Varsói Szerződés államainak potenciális támadásának. Ez a politikai döntés az 50-es években a NATO-hoz való csatlakozás, illetve a Németország, Nyugat-Németország újra felfegyverzése okafogyottá tette a 45-es szerződésben foglaltakat. Nem véletlenül volt a hidegháború időszakában a nyugat-német hadsereg Európában az egyik legerősebb hadsereg. Ami meg a mostani német, Egyesület Németország haderejét illeti,
nem, semmi nemű korlátozás nem érvényes rá. A német alkotmány mondja azt ki, hogy a német hadsereg egy parlamentáris hadsereg, azt jelenti, hogy a parlament gyakorolja a jóváhagyó hatalmat a hadsereg fölött, tehát külföldi missziók esetében, vagy minden nemű nagyobb döntés esetében a parlamentnek, a Bundestagnak kell megszavaznia ezen döntéseket. Ez ugye alkotmányilag némileg lassítja a döntéshozatali folyamatot a Bundeswehr esetében, de hát a német múlt, a 20. századi történelmi múlt miatt ugye a modernkori német honatják így láttak ezt megfelelőnek, elkerülendő a múlt szörnyű hibáit még egyszer. Különben meg a Bundeswehr aktívan próbálja fejleszteni magát, hatalmas összegekért rendelt elsősorban amerikai és európai fegyvergyártóknál úgy fegyverrendszereket, mindemellett pedig ugye nukleáris fegyverek is vannak a Bundeswehr rész tulajdonában, hiszen a NATO közös nukleáris fegyver programja keretében amerikai nukleáris fegyverek hordozására alkalmasak a Bundeswehr vadászbombázói is. Ez a úgynevezett Nuclear Sharing, Capability Sharing Program, ami a NATO keretében azt jelenti, hogy akár Törökország, akár Németország, és még más olyan NATO tagállam, amely vállalta vállaltan szerepet szeretne betölteni ebben a programban, azonban önálló nukleáris fegyverekkel nem rendelkezik, részt vállalhat amerikai nukleáris fegyverek üzemeltetésében. Ez volt a Világnézet. Dobroviecki Péterrel köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm én is. Folytatódik a Világnézet, a mikrofon mögött továbbra is Nagy Bata Jonatán. Az alaphír ugyanaz, mint az adás első felében. Németország minden 18 éves számára bevezetheti a sorkötelezettséget a Védelmi Minisztérium kiszivárgott tervei alapján. Férfiakat és nőket egyaránt be lehetne hívni, hogy növeljék a fegyveres erők létszámát. Másik két forgatókönyvről is tárgyalnak, amelyek kevésbé agresszív toborzást tennének lehetővé. Németországban alsó hangon 20 ezer katonára lenne szükség, emellett az öregedés ellen is felkívánnának lépni. A német kormány, közte Olaf Scholz német kancellárral nem támogatja Boris Pistorius védelminiszter irányát. Jó napot kívánok! Igen, hát egy érdekes kérdés, mert azt lehet látni, hogy a közvélemény kutatásokban, különösen a Bundeswehrnek Társadalomtudományi Intézetét idézném, a német társadalomnak nagy része 52%-a támogatja azt, hogy visszavezessék a sorkatonasságot, azonban ez a szám ez kicsit felszínes, mert hogyha megnézzük azt, hogy hányan lennének azok, akik fegyverrel is megvédenek hazájukat, azt lehet látni, hogy a többségük az inkább ezt elutasítja, vagy inkább azt mondják, hogy vonakodnak, tehát hogy is-is. Tehát, hogy inkább a civil szolgálatot preferálják, különösen a fiatalság körében. Miért nem evidens a németeknél, hogy harcolni kell a hazájukért? Ez vissza kéne menni Németországnak 1945 utáni történelméhez. Lényegében, hogy Németország az egyfajta, úgy mondják, hogy egy civil hatalomként született úgy 1945 után, ami azt jelentette, hogy a katonai erőt azt igencsak a legutolsó eszközként tekintik a külpolitikában. Az emberekben általánosan benne van egy ilyen pacifista attitűd, ez különösen a társadalomra igaz. A politikai vezetés természetesen fölismeri, hogy szükség van a szövetségi vállalások teljesítésére. Azonban az átlag ember még továbbra is úgy érzi, hogy alapvetően a világban zajló háborúk azok nem fogják Németországot remélhetőleg érinteni. A német társadalomnak egyébként nagyobb része egyébként el is utasítja például azt, hogy Németország ez egy aktívabb katonai vezető hatalom legyen Európában. Ön szerint megváltozhat az a trend, hogy Németország egyre kevesebbet költ a hadseregre, és mondjuk lehet Németország ismét Európának az egyik legnagyobb fegyveres hatalma? Hát ugye eredetileg ez volt a cél 2022. február 27-i beszédében Olaf Scholz kancellárnak, hogy Bundeswehr az legyen Európának egy vezető, elrettentő hadereje. Igencsak szokatlan volt a német diskurzusban, hogy úgy emlegették, hogy Németországnak már vezető hatalomnak kell lennie, ugye ez a vezető hatalmiság, tehát hogy Führungsmacht,
az egy igencsak egy tabu volt a korábbi stratégiai diskurzusban, azon a háború ezt visszahozta. Na most erre, ennek a megvalósítására vezették be ezt, hogy a 100 milliárd eurós különleges alappal a Bundeswehrnek a fegyverzetét fejleszték, azonban azt lehet látni, hogy ebből a 100 milliárd euróból valójában csak 83 milliárd euró az, amely rendelkezésre áll. Ténylegesen itt különösen a kamatterhekre kell gondolni, illetve hát nyilván az inflációra is. Úgyhogy ez a 83 milliárd euró ez inkább csak arra lesz elég, hogy a képesség hiányokat lepótolja. Németország semmiképpen nem arra, hogy a Bundeswehr az egy vezető, meghatározó katonaerő legyen Európában. Számos politikai különbség is megjelenik a sorkötelezettséggel kapcsolatos vitákban. Ugye például a kormánypártok ezt elutasítják, ezt a javaslatot, míg például a CDU támogatja. Mi az ok annak, hogy a CDU ugye rengeteg ideig volt kormány, ugye Angela Merkel a 16 éven keresztül, mi az ok, hogy előtte nem valósították meg, most viszont úgy látszik, hogy ha ők kormányra kerülnének, és elég valószínű, hogy kormányra fognak, akkor viszont bevezetnék. Meg talán az az oka, hogy a CDU-CSU hagyományosan mindig a szövetségpolitikai érdekeket tekintett elsőnek, tehát mindig követték azt, amit a NATO-ban és az Európai Unióban kimondanak a védelmet tekintve, és 2022. február 24-i háború Ukrajna ellen, ez egy döntőpont volt a német vezetők, a politikai vezetés számára, és ez a CDU-CSU ezt komolyan gondolja, úgy érvelnek, hogy ezt nem csak szavakban kell megvalósítani, hanem ténylegesen tettekben is. Ugye a CDU-CSU az valóban támogatná ezt, hogy egyfajta svéd modellt vezessenek be. Ennek az a lényege, hogy ez a svéd modell ez nem egy automatikus visszavezetését jelenteni a sorkatonasságnak, hanem hogy a fiatal nők és férfiak kapnának egy kérdőívet, melyet kötelezően ki kell nekik tölteniük, és ezen belül, akik kitöltötték, azoknak csak egy részét hívják be igény szerint. A Svédországban egyébként egy olyan 10%-át jelenti, akik kitöltötték a kérdőívet. Na most a CDU-CSU egy ilyen modellt szeretne megvalósítani, de még azt is támogatja például, hogy uniós állampolgárok számára is nyissanak meg bizonyos szakképzettséget igénylő pozíciókat a Bundeswehrben. Hogyan állnak hozzá ehhez a sorkötelezettséghez, illetve a hazájuk megvédéséhez mondjuk a bevándorló hátterű német állampolgárok? Ez egy rendkívül érdekes kérdés, mert a Bundeswehrnek a társadalomtudományi felmérése szerint épp az jött ki, hogy a bevándorlás hátterűek, akik ugye természetesen minden, tehát hogy nem csak az Európán kívüliek, hanem az EU nagy részű a bevándorlók egyébként Németországban nem Európán kívüli országból származnak, hanem Európán belüli országokból, mondjuk esetleg Lengyelországból, Olaszországból is. És hát azt lehet látni, hogy ők jobban támogatnák a sorkatonasságot. Ezek az arányok a 60% fölötti a bevándorlás hátterűek esetében, akik támogatnák a sorkatonasságot, míg az 60% alatti az úgymond őslakos németek, akik meg támogatnák. Hát ott azért kevesebben támogatják ezt. Mi az oka ennek az eltérésnek, hiszen az ember pont a fordítottjára gondolna talán? Pont a fordítottjára gondolna, de azt ne felejtsük el, hogy azok az emberek, akik Németországba bevándoroltak, itt különösen mondjuk török állampolgárokra is kell gondolni például, vagy lengyel állampolgárokra, ők számukra a sorkatonasság az egy jobban elfogadó dolog, hiszen az ő országukban is ez alapvetően nagyobb hagyománya van. Az ő országok, ezek az országok jobban, különösen mint Lengyelország esetleg jobban kitett, vagy akár Románia jobban kitett a fenyegetettségnek, úgyhogy én azt tudom elképzelni, hogy ezek az emberek, ő számukra a háborús fenyegetettség az egy maradandóbb jelenség, úgymond, mint azok a németek, akik ott élnek már mondjuk Nyugat-Németországon, 1945 után is nem volt háborús fenyegetettség. Milyennek tekinthető Németország hadi potenciálja a mai 2024-es állapotában? Hát igazából azt lehet mondani, hogy Németországnak a haderője 181 ezer főből áll, 181.514 fő. Ez igazából Európában egy vezető, tehát mindenképpen, hogyha megnézik a további más európai tagállamnak a létszámait, azt lehet látni, hogy ez egy nagy haderőnek számít.
A védelmi kiadásokban is persze mindig ezzel dobálódznak, hogy 2%-ot nem érje a Németország, de azt tudni kell, hogy a GDP-ben határozza meg mindig a NATO, és Németország a gazdasági teljesítményéhez képest itt azért, hogy többet költ azért, mint például Franciaország vagy Olaszország, de való igaz, hogy többet költhetne, tehát ahhoz, hogy elérje ténylegesen a 2%-ot, és nem csak ideiglenesen, ahogy ezzel a különleges védelmi alapján most úgy tűnik, hogy megvalósul, ahhoz még további 20-30 milliárd euróval kellene növelni a tényleges alapvédelmi költségvetést. Úgyhogy, és hogyha megnézzünk egyéb más hatalok, nem csak azt nézzük, hogy hány embere van, vagy hány mennyi pénz áll rendelkezésre, különösen azt kell figyelme venni, hogy például a beszerzési rendszer, a védelmi ipari beszerzések nagyon bürokratikusan lassan zonat Németország. Nem lehetünk azt mondani, hogy Lengyelország amerikai és dél-koreai forrásokból vett nem olyan régen, vagy tehát tavaly évben harckocsikat, nehéz fegyelzetet, nem pedig a német védelmi ipart. Az egész azért van, mert Németországban a védelmi ipari beszerzési politikai rendszer bürokratikus, még továbbra is a békeidőkre van ráva, tehát akár több éve is kerülhet, mire egy haditechnikai eszköz az hadrendbe tud állni. Ez volt a Világnézet Spekgyulával, köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen.